Magyar Kulturális és Információs Intézetnek az igazgatója keresett meg, valamint a Balesi Intézet keresett meg, hogy szeretnének egy nagyszabású kortárs magyar művészeti kiállítást megszervezni, bemutatni Indiában a legfontosabb, a legjobb, tényleg a legkiemelkedőbb művészeti fórumokon, a National Gallery of Modern Art hálózatában. Először Delhiben, majd kerüljön ez át, amennyiben az indiai félt igazán érdekli, hát őket meg kell győzni természetesen egy anyaggal Mumbai-ba, Bangalore-ba és esetleg Kalkutába. Kértek, hogy alakítsak ki egy koncepciót, ami hát a magyar művészetnek minél teljesebb bemutatására képes. Persze akkor, amikor a 40 művészre épül ez, akkor a kortárs magyar művészetnek egy speciális felvillantása történhet, és nyilván a legjobb válogatásnál is maradnak ki kitűnő alkotók. Az alapkoncepció az volt, hogy a magyarságnak az egyik jellemzője, hogy ugyanolyan nyitott a legszélsőségesebb nyugati avantgárd irányzatok irányában, mint a keleti tradicionális gondolkodás irányában. Ez hihetetlen feszültséget teremt, és a kettő között rendkívül gazdag ív van. Most általában a megközelítések olyanok, hogy vagy ide, vagy oda, vagy amoda félre siklanak, és nem próbálják ezt a hatalmas, óriási nagy távlatot, vizuális távlatot, szellemi távlatot átfogni. Megpróbáltam egy ilyen kiállítási anyagot összeszedni. Az alappillére ilyen értelemben, és ez a kiállításnak a címe is lett, az alappillére az organikus művészet és a tudományművészetnek a kapcsolata. Az a címe a kiállításnak, hogy az organikus formáktól a fényművészetig. Az a 40 művész, akivel végül is megegyeztünk, annak a 40 művésznek a műtermét én végig látogattam. Tehát eleve úgy vállaltam az egész feladatot el, hogy a koncepció kialakításától kezdve a művek összeszedéséig mindent rám bíznak, senki nem szól bele. És ebben az esetben jóval nagyobb munka hárul az emberre. Mert műteremről műteremre végig kellett menni, és végig ki kellett válogatni az anyagot. És végül is egy olyan anyag jött össze, amiben egyaránt megjelenik mondjuk egy Aknai János, aki angyalokat fest, vagy megjelenik, tegyük fel a Csíkszentmihályi Robinak a szobrászata, aki bizarr hibrid lényeket, különös, szürreális lényeket teremt, vagy megjelenik Konok Tamásnak a hihetetlen, kiegyensúlyozott, fantasztikus, érzékeny, belső ritmusokra épülő geometrikus festészete, vagy Kovács Attilának a következetes építkezése, de itt sorolhatom tovább, magától értetődő, hogy Makovecznek a munkái voltak a legerőteljesebben képviselve a kiállításon, de Csete Gyuri is. Tehát Csete Gyuri. Vagy például előhoztam egy olyan szobrászt, akivel az Imre együtt dolgozott, Makovec együtt dolgozott, Csutoros Sándor, sajnos meghalt, félresodorták, tönkretették, viszont egy kitűnő organikus szobrászatot teremtett. Egy olyan organikus szobrászatot, ami mellett nem mehet el a világ. Indiában hihetetlen nagy érdeklődéssel fogadták, nem olyan régen nyitotta meg a kiállítást az indiai kultuszminiszter, illetve az indiai kultuszminiszter helyettes, de a Delhi kultuszminiszter, India ugye egy szövetségi állam, és Balogh Zoltán miniszter úr. A megnyitó maga egy külön ünnepé volt, ott szigorúan meghívóval lehetett csak belépni egy nagy díszterembe, és ott előadásokat tartottunk néhányan, tehát a miniszter urak, akkor a Rajiv Lochan, aki a National Gallery of Modern Art-nak az igazgatója, és Kovács Tibor, akinek óriási szerepe volt az egésznek a létrehozásában. Jó néhány indiai művésszel megismerkedtem, én most harmadszor voltam Indiában, tehát nem az első utam volt, és ott jó néhány műterembe is eljutottam. Vannak ott olyan alapítványok, amelyek a magyar művészet iránt is érzékenyek és fogékonyak.
ezekkel az alapítványokkal is erőteljesebben kell tenni a kapcsolatot. Ugyanakkor vannak olyan művészek, akik Magyarországon is jártak már, magyar művész telepeken is szerepeltek. Ugyanakkor megindult már ez a kapcsolat, tehát nem most kezdődik el. Ennek a kiállítás sorozatnak talán a legfontosabb eredménye vagy hozadéka az lehet, hogy ráirányítja a figyelmet arra, hogy a magyar művészeti gyűjtemények a legjobbak is, de különösen a Kortárs Művészeti Múzeum, a Ludwig Múzeum, ne csupán azokat a szempontokat vegye figyelembe, amelyek nyugaton meghatározóak, ezek fontosak, ezek számunkra nélkülözhetetlenek, de vannak olyan belső sajátosságok, amelyek a leglényegesebb értékeket takarják. Mert hogyha a trendek és izmusok alapján akarnánk dönteni, és a trendek követése alapján akarnánk dönteni, akkor a legnagyobb, legkomolyabb, legkarakterisztikusabb értékeink kiestének. Én ezeket a Kortárs Művészeti Múzeummal kapcsolatban meg is fogalmaztam. Csontvári, Tóth Menyért, és így tovább lehet sorolni könnyen ezeket az embereket. Van egy csomó olyan helyi jellegzetessége a magyar kultúrának, amire érzékenyebbé kell tenni magunkat is, és talán az egyik legfontosabb hozadéka pont ez lehet, hogy felhívja erre is a figyelmet.